Sziasztok! Hát nézzétek, ki van itt velem? El sem hiszem, Csenge. Csenge szerintem a magyar YouTube-nak a beauty gurúja. Na jó, hallod, ilyeneket ne könyörögöm, leborulok. Csenge volt az első olyan sminkes YouTuber, akit én magyarul néztem igazából. És hát óriási megtiszteltetés, hogy itt van a csatornámon. Neki egyébként ez az első vendégszereplése más csatornában. A mai videóban azokat a termékeket fogjuk megmutatni, amik egy kicsit magasabb árkategóriába tartoznak, viszont megéri őket megvásárolni valamilyen okból kifolyólag. Csenge csatornáján pedig drogériás csodatermékekről beszélünk nektek. Igen, Csenge erről híresült el különben. Amúgy tényleg. Sok drogériás csodatermékes videót csinált. Úgyhogy ha miután ezt megnéztétek, azt is mindenképpen nézzétek meg. És akkor kezdte Csenge. Jó. Na, igazából 3-3 terméket készítettünk ide elő, és én most így a legkisebbel kezdeném, ami az Inglotnak az új Kiss Catcher ajak rúzsai. Megmondom őszintén, hogy először, ja, és ebből kifejezetten ez a 903-as Dusty Pink álnyalat. Aki régebb óta követ, az tudja, hogy én nagyon nude ajkakat szoktam magamnak festeni, illetve imádom a krémes rúzsokat és a szájfényeket. Első próbára nem győzött meg, akkor leginkább egyébként Benny applikálta nekem ecsettel. Benny is itt van mögöttünk. Igen, Benny a sztár sminkes fodrászunk a mai és napon. Ma ő készítette különben a sminkemet, és ezt a csillogást, amit itt látottuk. Fanny úgy csillog, úristen. Nagyon durva. Kár, amúgy tényleg. Én minden nap így szeretnék kinézni. Hát ez ilyen. Aztán sose nézünk ki így. Nem baj. A biciklin. Kár, hogy egy előtte után. Ja, amúgy tényleg. Jaj, szóval visszatérve, első applikálása nem nagyon tetszett, amikor a Benny ecsettel vitte fel az ajkaimra, viszont utána, amikor normál módon használtam ezt a rúst, akkor nagyon-nagyon megszerettem, nagyon krémes, nyilván ebből fakadóan nem is annyira tartós, viszont tehát ezért szoktam mondani, hogy irreális elvárásaink ne legyenek szájfényekkel, krémes rúzsokkal kapcsolatban, viszont én ezt sokkal jobban preferálom, a színe is nagyon-nagyon szép, nagyon finom krémes az állaga, és ahhoz képest pedig nyilván sokkal jobban tart, mint mondjuk egy szájfény, úgyhogy én nekem ez lenne az első ilyen termékem. Igen, és beszéltük, hogy high-end kategória-e az Inglot egyáltalán, de szerintem abszolút, mert professzionális, és azért egy magasabb árkategória, és nagyon megéri befektetni Inglot dolgokra különben, hogyha valaki, mert egyébként meg nem az annyira high-end, mint például egy luxus termék, vagy egy Igen. Dior vagy egy Chanel, de mégis olyan minőséget kapsz, ami lehet, hogy még jobb is annál. Igen, tehát azért itt most nagyjából így azt beszéltük meg, hogy a high-end az minden, ami nem a drogéria polcain van, és ugye azért az Inglot az egy professzionális sminkmárka, tehát ott nyilván tehát a professzionális sminkesek szokták használni leginkább. Most már úgy érzem, hogy egyre inkább elterjedtebb lakossági körben, ami szerintem tök szuper, mert pont a Fannival beszéltük, hogy a Freedom System is egyébként tök felhasználóbarát. Lakossági szempontból is, meg sminkes szempontból is. Aztán hát igazából ezért került ez be ide, mert ez nem feltétlenül a drogéria polcén található meg, viszont tényleg nagyon felhasználóbarát és minőségi. Stop! Az már nem is látszik. Ja, tényleg? Hát jó, egy picit. Fannyira nyomjál, mert neki sose elég. Várját, okozok szájfény. És ha már felhasználó barát, akkor a NARS palettámat szeretném megmutatni, amit most Csenge ki is próbált, és szerintem a szemsminkjének az egyik része ezzel készült. Igen. Ugyanis ebben a palettában szemhéjpudrek is, és egy bronzosító, és egy highlighter is van. Hogyha high-end terméket vásároltok, akkor szerintem nagyon érdemes palettákba gondolkodni, mert tök kihasználható, meg a pénzetekért egyszerűen csak több dolgot kaptok egyszerre. Úgyhogy ha nársz, ha nem nársz, akkor is érdemes high-end dolgokkal kapcsolatban inkább palettákat vásárolni. Amit nagyon-nagyon szeretek ebben a palettában, az, hogy iszonyú jó a formula, nagyon-nagyon tetszik. Én nagyon azt gondoltam, eredetileg én ezt egy arcpalettának vásároltam, de többet használom a szememre különben a szemhéjpúdereket, tehát ilyen abszolút mindennapi színek vannak benne. És nagyon szeretem a NARS Laguna bronzosítómat, ez pedig egy világosabb, visszafogottabb, akár még fehérbőrűeknek is megfelelő bronzosító árnyalat. Úgyhogy teljesen odáig vagyok ezért a palettáért. Azt hiszem 35 euróra volt leárazva 50 euróról, vagy 52-ről, szóval nagyon megérte.
érdemes palettáknál kivárni az akciót is különben. Ha még megtalálom, be fogom linkelni, azt hiszem, hogy a NARS-nál nagyon sok paletta limitált, de általában ugyanaz van a palettákban, szóval lehet, hogy kiadnak egy másikat, amiben ugyanazok a termékek vannak. Igen, meg tényleg én most használtam, hát már hosszú évek óta szerintem most használtam megint először NARS terméket, és kifejezetten van egy különleges állaga, tehát hogy ez az ilyen nagyon krémes, igen, nagyon-nagyon krémes, nagyon szépen el lehet dolgozni, és ez az arc és a szem hépuder termékeikre is abszolút igaz szerintem. Hú, hát az én választott ilyen high-end palettám, az tényleg az extra luxi kategória. High-end. Igen, tehát hogy ez nem más, mint a Pat McGrath-nak a melyik paletteje, ez a Mothership 2-es palettája. Ez szerintem, aki Instán így követi a művésznőt, az valószínűleg már többször is látta, ugyanis ez így az OG paletták egyike, ugye ezzel a csodálatos zölde. Fú, nem hát... Szép. Nagyon-nagyon szép, és ezt a palettát egyébként én Ildi-től kaptam karácsonyra, viszont megmondom őszintén, hogy azóta már adtam le petes rendelést, nem palettára, hanem rúzsokra, és a palettát én biztos megvenném, vagyis egy másik palettát biztos, hogy megvenném. Nem teljes ára, mert a teljes ára, ez megmondom őszintén, hogy azért szerintem egy kicsit húzós. Mennyi a teljes ára? 43.000 forint. Viszont azt hiszem Black Friday akció volt, vagy valami ilyesmi, viszont érdemes tényleg feliratkozni a hírlevelekre, mert ott mindig írják, hogyha bármilyen akció van. És a formula maga nagyon-nagyon szép, nagyon egyedi megint csak, tehát hogy az ilyen high-end márkáknak szerintem egyértelműen megfigyelhető, hogy különböző formuláik vannak. Szerintem a Natasha Denona is abszolút olyan, igen, amiről így belenyúlsz és megmondod, hogy ez Natasha, a NARS is olyan, hogy belenyúlsz és megmondod, hogy ez NARS, és a PET palettákba is van, abszolút érezni. Amit kifejezetten itt még tudnék mondani, hogy rengeteg csillámos szín van benne, amit én imádok. Tehát, hogy ez olyanoknak nem való, akik nem szeretik a csillámos termékeket, akik a visszafogottságnak a hívei, és azt szeretnék, hogy így tényleg, mintha most keltem volna ki az ágyból, és olyan üde frissesség legyen, és semmi extra csili-vili, akkor ez a paletta nem nekik való. Viszont aki meg szereti, az meg teljesen odáig lesz érte. Mattokról mi a véleményed? A mattok pedig szerintem nagyon becsapósak egyébként, ugyanis teljesen más színük van. Itt például van egy ilyen vöröses-barna, ami itt már talán az ujjamon is látszik, hogy teljesen máshogy néz ki. Tehát sokkal inkább sötétebb barna lesz, és sokkal inkább ez a hordható, főleg így. Tehát így látszik, hogy szürkés lesz. Szürkésen. Igen, és emiatt egyébként, hogy ez egy hordható, sötét barna, tökre jól kihasználható maga a paletta is. A matte színek nagyon szépen eldolgozhatóak, illetve amit még észrevettem ennél a palettánál kifejezetten, hogy vannak benne ugye a matte színek, a csillámosak, amik inkább ilyen topperként funkcionálnak, és vannak benne a metal fényes színek, amik viszont megint csak ezt a krémességet hozzák, és én ezeket például nagyon szeretem mélyítő vonalba tenni, és ez nem minden metál fényre igaz, tehát hogy az nagyon csúnyán tudja visszaverni a mélyítő vonalban egyébként a fényt, hogyha nem jó a formulája. Viszont ami szerintem, és ez szerintem ilyen backstage titok, vagy nem tudom, de hogy ezek a fényes árnyalatok direkt úgy lettek kitalálva, hogy szépen össze lehessen dolgozni a mattokkal, ugye ahol mélyítjük, viszont ugye visszaverjék a fényt, és meglegyen a szín is, és itt sokkal szebb satírokat lehet csinálni. Egyébként lakossági megvásárlásra is javaslod? Mert hallottam már olyat, hogy inkább sminkeseknek való ez a formula. Hát én lakosságiaknak egyáltalán nem. Hogyha nem ülsz egy bankon, vagy nem tudom, szóval, hogy vagy nincs egy sugar daddy-t, vagy valami ilyesmi, akkor nem feltétlenül javasolnám lakossági felhasználásra. Ha valaki mondjuk smink fanatikus, és szeret egy-egy
jó minőségű high-end termékre beruházni, akkor azt mondom, hogy lakosságira megéri. Is megéri, viszont ha valaki csak tehát szereti azt az érzést, hogy minél több terméket kipróbál, akkor ez akkor nem feltétlenül lesz az. Igen, viszont a sminkesek szerintem nagyon szeretik egyébként. Én nem hallottam még olyan sminkest, akinek ez így ne jött volna be. Én sem. Én is inkább átlag felhasználótól hallottam, hogy nem tudott így mit kezdeni a formulával. Igen, de... igen. Igen, tehát azért megvan a technikája pont emiatt. A matt színek azok nagyon intenzívek, azért lakossági felhasználók a nagyon-nagyon intenzív színeket nem mindig tudják jól felaplikálni. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy milyen ecsetet használsz, milyen a technikád, hogyan építed fel a sminket, tehát azért egy sötét barnából te nem fogsz tudni egy szép sminket csinálni, hogyha nem tudod a technikát, úgyhogy igen. Vagy gyakorlás kérdése, vagy nem éri meg igazából. Akkor most jön az a rész, hogy nem hoztam el azt a terméket, amit meg akarok mutatni, viszont be fogjuk vágni. Ez a MAC-nek a Glowplay pirosítója, ez egy ilyen nagyon-nagyon fura formula. Te egyébként próbáltad már? Nem, úgyhogy most nagyon kíváncsi eltettél egyébként. El kellett volna hoznom, majd legközelebb. Egy ilyen hibrid formula, ami nem is krém, nem is matt, és így krémként kened föl, egy picit matra szárad, de ilyen szép bőrfénye van. Ezt a MAC is úgy hívja, hogy ilyen hibrid formula. De ez nagyon stickes? Érdekes. Nem stickes, ez egy penben van benne, és akkor így, ha belenyomod az ujjadat, akkor így lehet is mozgatni így az anyagot. De most már kapizsgálom, hogy akkor ez milyen. És iszonyat jó színekben van, nagyon természetes, nagyon-nagyon szép ilyen bőrfényt ad igazából, amúgy a vizsgán is azt használtam, meg tényleg mindenkinek ajánlom, hogyha a MAC pirosító, a MAC-nek egyébként is a pirosítók az ilyen, én kifejezetten a csillogósokat, vagy hát ezeket az ilyen extra dimension skin finish pirosítókat szeretem, de most már a Glowplay a kedvencem, mert sokkal jobb ez a formula, az nagyon, nagyon különleges, úgyhogy az is egy abszolút kedvenc, és én a nyáron meg igazából igen, most itt tavasz óta folyamatosan azt használom. Ha pedig annak drogériás alternatívája, akkor a Rivalnak a stick pirosítója. Amúgy azt se próbáltam, ezt hogy lehet, nem is értem. A Rival stick pirosítót, a krém pirosítót, nagyon-nagyon jó az is. De és az matt, az is? Már hogy nem csillámos? Az amúgy kicsit kevésbé tartós, mint a MAC, annyival kevésbé jó, de nem csillámos. Én itt végül hoztam egy highlightert, ami a Kella Pudernek az Estes Shining Down nevezetű highlightere, ami egy csodálatos ilyen arany fényben, opá, hát ez nem sikerült be... Benni kinevet minket, vagy engem, tehát ez nem sikerült amúgy jól, de be van csukva egyébként, csak már valahogy rosszul. Talán itt látszik, hogy ennek az a tipikus ilyen mennyasszonyi sminkhez illő arany ragyogása van. A kiszerelése, hát mondanom se kell, hogy nagyon felhasználó barát szintén, hogyha nem lennék ilyen szerencsétlen, hogy kinyitom, kijön és utána bezárom, de nem baj, ez még mindig a jobbik eset. És ha jól tudom, akkor 5 g terméket kaptok, ami nagyon-nagyon sok egyébként. 5 g highlighter az rengeteg, főleg ilyen por kiszerelésben. Az biztos, és nagyon intenzív a színe, viszont a legjobb benne az, hogy abszolút építhető, mivel ilyen por állaga van. Ha csak porként teszitek fel, akkor viszonylag visszafogott is tud lenni, ha pedig valami krémre, akkor nyilvánvalóan sokkal intenzívebb, és szerintem ez így a, hát így a mennyasszonyi sminkeknek abszolút sztárja, főleg így, hogy azért jön most már a mennyasszonyi szezon, ugye így nyártól, és most már lehet is azért esküvőket tartani, hogyha valaki sminkes, akkor is megint csak ki tudnám emelni, hogy nagyon gazdaságos, de hogyha valaki csak saját felhasználásra szeretné, akkor még több árnyatban is elérhető egyébként ez a kis fényes pigment, saját és ki lehet. Tónushoz, igen. Igen, 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 abszolút. Tehát azért ennek egy elég erős arany beütése van, ami nem mindenkinek áll jól, viszont nálam így egyelőre ez a favorit, de ha valaki hűvösebb árnyatokat keres, akkor az is elérhető. Igen. Igen. Ezeket meg én nem próbáltam még, itt próbáltam a kezemen először. Nekem az utolsó high-end termék, ami szerintem megéri, az a már nagyon sokat emlegetett IT Cosmetics CC krém, és a héten láttam, hogy az Arena Plázában Budapesten a Douglas üzletben már van IT Cosmetics stand, úgyhogy most már lehet kenegetni, próbálgatni, meg gondolom van kitéve teszter, úgyhogy aki nem akarja megvásárolni az egészet, az érdemes, hogyha visz magával egy kis tégelyt, rak bele egy kicsit, kipróbálja. De például most
ez van az arcomon, ugye? Na. Benny feltett rám egy másik alapozót, és aztán döbbenten láttuk, hogy hát nem annyira áll jól így a szárazabb bőrömön, és aztán feltettük ezt, és aztán láttuk, hogy ez mennyire viszont szép a bőrömön. Úgyhogy tényleg imádom mindenkinek, akinek kicsit szárazabb vagy vízhiányosabb bőre van, annak ezt tudom ajánlani. Sok színben elérhető, bár nem tudom, hogy most az arénában vajon mennyi színben árulják, de az, azt mondja Benny az összes, úgyhogy... Igen, és a West Endben is van a Douglasban. Annyi, hogy van egy ilyen nagyon citrusos illata, amit én először nagyon nem tetszett így magamon, meg nem is szeretem általában az ilyen az erős illatokat a kozmetikumokban, de ezt így megszoktam, és ahogy most tette föl Benny az arcomra, még élveztem is, hogy jaj, végre ez az! Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és tényleg ez mutat a legszebben a bőrömön. Ez egy csoda termék. Ez megéri szerintem, hogyha high-end alapozót kerestek, és ő van benne 50 faktoros fényvédő, ami nagyon fontos. Igen, és egyébként itt ugyanúgy, mint a drogériás videónál, itt is ki tudom hangsúlyozni, hogy ez nekem is kedvenc, pedig kombinált zsíros bőröm van. Fura. Nagyon furcsa. Fura. Egyébként tényleg, tehát hogy vannak ilyen termékek, amik vagy nem jönnek be egyáltalán, vagy ugyanúgy bejönnek. És amúgy szerintem a CC krém, az IT Cosmetics CC krém, ez az OG, tehát nem a matt, hanem ez az eredeti, ez szerintem nagyon-nagyon sok bőrtípus nagyon szokta szeretni. Nekem például ugye nyáron a 40 fokban nyilván ez nekem már túl sok, viszont én ősztől tavaszig, ameddig nem jön ez a nagy meleg, addig én is nagyon-nagyon szeretem, és szeretem a szép természetes fényét is a bőrömön, tök jól hidratálja a bőrt, nem nehezíti el, és hát 50-es nagyon, idő. Nagyon szuper, nagyon tartós is. Úgyhogy, ha szeretnétek megnézni ennek drogériás olcsóbb alternatíváját, akkor Csenge csatornájára kattintsatok. Ott van a másik videónk, amiben a drogériás kedvenceinket mutatjuk meg nektek. Úgyhogy köszönjük, hogy megnéztétek a videót, mindenképpen iratkozzatok fel, nézzétek meg Csenge videóját is, lájkoljátok ezt a videót, és nem sokára megint jön a következő videó. Sziasztok! Sziasztok!